Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg először 2019-ben a csillagfutást, amely évről évre több résztvevőt csábított a Bújtosi Városligetbe. A sport mellett az egészséges életmódra is felhívják a figyelmet a szervezők, és különböző sportági bemutatókat is kínálnak az érdeklődőknek. A hagyományt azért szeretjük fűszerezni újdonságokkal, hiszen minden év új alkalmat kínál. Itt most a Covid után egy újabb fontos fókusz a közösségi térnek, a közösségi élménynek. Ezt általában a pálya melletti kivilágításra szoktuk feldobni. Új támogatók érkeznek, akik új szereplőket hoznak, új futók jelentkeznek, és ami nagyon fontos, hogy minden korosztályt érint. A kisgyermekektől az idősebbekig, hiszen nem csak futásról van szó, hanem gyaloglásról is. Maga a távteljesítés, ez egy küldetés minden egyén számára, hogy ezzel a távteljesítésével ezt a karitatív célt szolgálja. Tavaly több mint 1 millió forintot gyűjtöttek össze a nyíregyháziak, amely jól mutatja, mennyire szeretik nem csak a mozgást, a jótékonykodást is. Én büszke vagyok arra, hogy a mi városunkban rendszeresen vannak ilyen jótékonysági sportrendezvények, és mindig nagy létszámban, és bárhol, a Sóstói erdőbe, a tónál, a belvárosban, tehát bárhol szervezzük meg, és annak is nagyon örülök, hogy nem csak az önkormányzat szervezi, mint ahogy itt is egy civil szervezet, segítünk, de természetesen ez a városvezetés prioritása is, hogy ez rendszeressé váljon, de ezt egyedül nem tudnánk csinálni. A negyedik csillagfutáson 1,5, 4,5, valamint 9 kilométeres táv közül választhatnak az indulók, ráadásul ezeket a távokat akár otthon is teljesíthetik. Egy applikáció segítségével rögzíthetik a futást, majd a teljesítési igazolást el kell küldeni a szervezőknek. A nevezési díjból befolyt összeget pedig a Józsa András Oktatókórház onkológiai osztálya kapja, hogy növelni tudják a betegellátás színvonalát. A célcsoport az eleve már az onkológiai osztály volt, úgyhogy az onkológiai osztály önmaga dönt, az intézmény nem befolyásolja őket, hogy mire használták el. Ugye az intézményben óriási költségvetés az intézmény, nagyon sok nagy értékű eszközünk, gépünk van. Ez a relatíven nagy összeg, ez a 4 millió, de a nagy értékű gépekhez képest nem nagy összegről van szó, úgyhogy inkább az osztály a belső kényelemre, a betegek kényelmére használta el, illetve a legutóbbi éven a pszichológusoknak egy speciális képzésére költöttük a befolyt összeget. Hiszen a nagy beruházások mellett az apróbb fejlesztések is sokat segíthetnek, kiemelten igaz ez a lelki és szellemi rehabilitáció esetén. Megjelent egy olyan fogalom, hogy chemo brain. Chemo és az agy viszonya. Itt elsősorban lelki, tehát pszichés dolgokra mennyire szűkül be egy gondolkodás. Tehát amikor beszélünk arról, hogy rehabilitálni egy beteget, tehát visszatenni az életbe, az egy nagyon bonyolult folyamat. Tehát nem csak az, hogy megtanuljon járni, ne legyenek fájdalmai, hanem hogy ugyanúgy vissza tudjon illeszkedni az életbe, mondjuk egy tanárnő, egy ügyvédnő, egy kolléganő, ahol bizony-bizony agyi kapacitások is kellenek. Ezek mérésére és rehabilitálására ma már különböző tesztek és szoftverek léteznek, amelyek nem olcsóak. Az eddigi bevételt erre fordították, amelynek eredményeit a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság novemberi ülésén fogják bemutatni. Idén pedig tovább szeretnék fejleszteni a lehetőségeket, ezért mindenkit várnak szeptember 10-én a Bújtosi Városligetben a negyedik csillagfutásra.